Ádám Dávid a mindennapi árucikkeken kívül szinte mindent az internetről szerez be, tudatosan vásárol. Mielőtt bármit megrendelne, az összes elérhető információt összegyűjti a kereskedőről és a termékről is. Akkor lehetünk biztosak abba, hogy vásároltunk az adott oldalról, hogyha megfelelő tájékoztatást kapjuk a honlapon keresztül, mint például van-e ügyfélszolgálata, utána lehet nézni a cégnek, hogy a cégregiszterben szerepel-e, nem állnak-e behajtás alatt, vagy nézzenek utána a vásárlók a korábbi vevői véleményeknek. Ugyanezt tanácsolja a Fogyasztóvédelmi Hatóság is, ahova egyre több panasz érkezik webáruházakkal vagy az ott vásárolt termékekkel kapcsolatban. Különösen fontos az óvatosság, ha feltűnően olcsó árajánlatot találunk, és akkor is célszerű utána nézni, pontosan kitől is vásárolunk, ha gyűjtő oldalról választunk terméket. Nagyobb kockázatot vállalunk, ha az Európai Unión kívüli országból rendelünk, akkor a magyar hatóság panasz esetén nem tud eljárni. Ha futár kézbesíti az árut, a csomagolást és magát a terméket is célszerű megnézni, mielőtt aláírjuk az átvételt. Ha drága holmit vettünk, ajánlatos fotót vagy videót is készíteni a kicsomagolásról, hogy később bizonyítani lehessen, ha sérülten kaptuk a terméket. Internetes vásárláskor 2 héten belül indoklás nélkül is meggondolhatjuk magunkat. Amennyi már nem tetszik a termék, vagy nem ilyet szerettünk volna, akkor van arra lehetőség, hogy 14 napon belül ezzel az elállási jogunkkal éljünk. Az adott weboldalon kapjunk erre vonatkozóan információt, tehát azt, hogy hova kell bejelenteni az elállást, hova kell visszaküldeni a terméket, és a visszaküldést követő 14 napon belül a kereskedőnek vissza kell juttatni a pénzünket is. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 éve rendszeresen ellenőrzi az online kereskedőket, a jogsértő webáruházak listáját pedig bárki megnézheti egy erre a célra létrehozott oldalon.